Pofa be, idióta! A nő nem veheti észre, hogy követi valaki, érti? Csak azt akarom tudni, mit csinál, és kivel találkozik. Teljesen világos, uram. Mi a neve? Annie Fernandez. Annie Fernandez. Neked ismerős? Nem, de hadd gondolkodjak. És tudja a címét is? Igen. Igen, felírtam. Jó. Mikor szóljunk vissza? Este hívom, és ajánlom, hogy otthon legyen. Vagy követjük a tyúkot, vagy itthon ülünk. Dönts el, mit akar. Figyelje maga, seggfej. Az egyikük legyen otthon este, mikor telefonálok. Mennyi ideig kövessük a nőt? Ne kérdezősködjön annyit. Majd akkor hagyják abba, ha azt mondom, hogy elég. Világos? Igen. Remek. Majd jelentkezem. Utálom ezt a pasast. Viszont a pénzét szereted, nem? Miért vártak ilyen sokáig a baleset bejelentésével? A kapitány azt mondta, nem gondolták, hogy ilyen súlyos a sérülés. Igen, az emberek többsége nem rohan ilyenkor a rendőrségre. Pihennek otthon néhány napot, és ennyi. Csak hogy ennek a fiúnak az állapota nem javult. Járni azért tud? Nem. Mr. Stockdale, adhatok önnek egy tanácsot? Ahogyne, tessék. Ha ebben a házban lakik az, aki elütötte a fiút, kérem, hogy küldje be őt minél hamarabb a rendőrségre. Ha az illető vállalja a felelősséget a balesetért, akkor sok kellemetlenségtől kímélheti meg magát. Értem, kapitány úr. Én tettem. Ön? Nem! Tony, kérlek, ne tedd ezt! Hallgass, Rachel! Nem! Nem ő tette, hanem a húgom. Jó reggelt, Mr. Swanson. Jó reggelt. Kérsz valamit inni? Igen. Martin, hozzon valamit. Gyúszt, hideg vizet és egy kis vodkát, jó? Bár is. Én meg... meglátogatom már mit. Rémültnek látszott, nem? Meg is értem, hogy aggódik. Ebben a házban semmi sincs rendben. Beszéltél Camille-lel? Úgy érted Marnie-ról? Igen. Én annyira sajnálom Rachelt és Marnit. Maxról is tudsz, igaz? Igen. Kinek a pártján vagy? Hogy kinek a pártján? Furcsa egy helyzet. Köszönjük. Bocsánat, de nem tudják, hová ment Mr. Swanson. De, fölment Marnihoz. Akkor várom önöket. Köszönöm, nem sokára ott leszünk. Köszönöm. Viszlát. Na és most, Tony? Menj, szólj Marnie-nak. Én hívom az ügyvédem, hogy jöjjön a rendőrségre. Rendben. Jó napot, itt Tony Stockdale. Kapcsolja, kérem, Larryt. Kérem, asszonyom! A húga tényleg börtönbe fog kerülni. Az az ember nem halt meg. Ott voltam és láttam mindent. Az autó elütötte, de nem halt meg. Maga látta a balesetet? És miért nem szólt róla? Mert nem tudtam semmiről. Az édesapja csak most mondta el. Martin nem ölt meg senkit. Igen, Martin, tudom. A kapitány úr is mondta. De Marnie-nak be kell mennie most a rendőrségre, mert az a fiú nagyon súlyosan megsérült. A fiú? Talán az is lehet, hogy a rendőrök valami más ügyből kifolyólag jöttek. Lehet.
Mi történt? Be kell menned a kapitányra. Nem! Abba! Tony ügyvédje is ott van. Marni, kérlek, nyugodj meg, kérlek, szívem, próbálj meg nyugodni, kérlek. Rachel, akadályozd meg, hogy elvigyelek. Max adott föl engem. Nem. Annak, akit elütöttél, van egy nővére. Ő tette a feljelentést ma reggel. Marni, az a fiú nem halt meg. Életben van. Nem kell félni. Rendbe fog jönni minden. A kapitányságon találkozunk. Rögtön indulunk. Jó, viszlát. Clark, szólj az egyik őrnek, hogy üljön kocsiba és menjen el Louise-ért. Aztán hozza a rendőrségre. Elintézem. Nem halt meg az illető? Nem. Hála Istennek nem halt meg. Mennyi idő alatt hozott ki Marnie-t? Néhány óra alatt. És mi lesz a sajtóval? Hey. Kérlek, ne félj. A város legjobb ügyvédje vár a rendőrségen. Nem lesz baj. Köszönöm. Én is elkísérem. Ez természetes. Indulnunk kell. Ugye fölhívsz, hogyha tudsz valamit? Persze. Minden rendben lesz. Igen. Muszáj mennünk. Nem innál egy kis dzsúszt? Nem, köszönöm. Rachel, ne aggódj. A kapitány még időben figyelmeztetett minket. Marnie sokkal kedvezőbb megvilágításba kerül. Rachel, kérlek, ne sírj. Minden rendbe fog jönni. De én nem csak Marnie miatt sírok, hanem mindenért, ami velem történik. Minden bajnak vége lesz egyszer. Ismételjük át még egyszer. Miért voltál akkor az utcán? Egy lányt kísértem haza. Egy Veronika nevű lányt. Azon az estén ismerted meg? Igen. Hol? Hol ismerted meg? A mólónál. Beszélgettünk, aztán hamburgereztünk. És azután haza kísérted a kislányt, illetve ahhoz a házhoz, ahol dolgozik. Nem kísérted el egészen a kapuig, mert nem akarta, hogy cukkolják miattad a többiek, érted? Ne csináljuk ezt. Már késő, elkezdtük és be kell fejeznünk. Meg akarsz gyógyulni? Igen, de börtönbe juttatunk valakit. Ne vele foglalkozz, hanem magaddal, jó? Te is itt akarsz kerülni? Nem. Nézd, elég, ha arra emlékszel, hogy az autó egy Lincoln volt, rendben? A kanyar miatt nem vetted észre, és elütött. Elájultál, és aztán jött egy másik autó, és annak a vezetője, ő hozott haza téged. És ezt mind megkérdezik tőlem a rendőrök. Valószínűleg, de ne légy ideges, és ne félj. Különben rájönnek, hogy hazudunk, és akkor börtönbe kerülünk. Hogy van a lábad? Nem is érzem, hogy van lábam. És a hátam is fáj. Rendbe fogsz jönni, Daniel. Mr.